A nőnkkel kapcsolatban ez a szó, ez nem lehet olvasni újságokban, vagy közülásban, már nem lehet ezzel találkozni igazából, csak én előadásom. Hogy ez hogy jelenik meg a mindennapokban? Teljesen átlagos ember vagyok, egyetemre járok, egy társaságba járok, olvasok, stb. De ezzel hogy találkozott, hogy lehet az jelenik, mert hogy nem hiszem össze. És egyáltalán a... Tehát, hogy hol akar hagyni ez az egész mozgalom, hogy nem látom, hogy első nagyon jó kérdés, mert a fogalmat, hogy új korszak, ők maguk alkalmazták magukra, és a nyugati ideológiáikat tartalmazó könyvekben, kiadásokban, kiadványokban szerepelt. De idővel levették a címlapról. Tehát ezt lehet mondani. De új korszaki zenék, kazetták mind megjelent tulajdonképpen, és a alapító ideológus, az egyik az Amerikában könyveket író Marilyn Fergusonnak a könyv címe ez volt, hogy új korszak, vízöntő összeüsküvés és más hasonló szerzőknek is. Persze, hogy ez így nem jutott el, szerencsére. A másik, amit meg akkor a kérdezőnek tudok mondani hirtelen, hogy ez nagyon jó, mert akkor van egy bizonyos fajta védelme, attól függ, hogy most milyen világnézettel orientálódik, mert ezt én most így nem tudom. Tehát ha nem találkozunk vele, akkor lehet, hogy ez nekem már természetes, annyira átszövik a keleti vallások a hétköznapokat, és ez az energiát központba helyező világszemlélet, a csillagok háborúja és a Jedi visszatér és a többi hasonló, nagyon sok hasonló filmben, hogy már észre se vesszük. De én azt hiszem, hogy ezekről volt szó, meg az Aranka is erről beszélt, nem találkozott még agykontrollossal? Az jó. Örülök neki. Ez egy védelem. Kérem szépen, már is van egy örömhír, hogy van, aki ezzel nem találkozik. De mondom, attól függ, hogy... Igen? Hát az Oroszlán királyt nem láttam, de láttam, ugye két testvérem van, mindegyiknek három gyereke, és látogattam, öcséméknél néztük az egyik sorozatot, a Gumimaci sorozatot. Ez elég rég volt persze. És már nem nézek ilyeneket, mert akkor voltak az ő gyerekei kicsik, és akkor a bátyáméknál megláttam a szörnyecskéket. Emlékszenek rá? Na, a szörnyecskék nagyon érdekes, mert azt mondják a démonológusok, hogy ilyen csúnyát mondjak, hogy a patás lába mindig kilóg. Na most a szörnyecskék olyan kis kedvesnek beállított kis bizarr lények voltak, szőrösek, meg minden, meg picikék, akik furfangosan, de közben nagyon veszekedve és dühöngve szerepeltek a történetekben, mint kis démonok, de Isten ments, hogy ez lett volna nevük, szörnyecskék voltak a sorozatban, amit a kis unokaöcsém nézett. De amikor leöntötték őket vízzel, sisteregve megszűntek, ettől kellett nekik óvakodni. És azt mondjuk, ugye, ami régi gyakorlata, vagy igen, tapasztalata már az Ószövetségnek a démonokkal kapcsolatban, pláne az egyháznak a szentelt vízzel kapcsolatban, hogy ettől fél az ördög, és hogyha azt öntjük, akkor elmegy, akkor megszűnik. Hát ezt is belevették még ebbe. A gumimacikkal és a hasonló rajzfilmekkel, miket láttam bőven, az a problémám, és ennek a folytatója Harry Potter sorozat is, ugye, hogy a negatív attitűddel, gyakorlatokkal, világnézeti összefüggéssel szereplő, de gyakran a Potter maga, mint kisfiú alak, nem, de a Shrek, vagy pedig nem tudom mit mondjak, mert annyit láttam, de nem jegyeztem meg, annyira azért nem néztem rendszeresen. Tehát ezek a szörny alakocskák, hát a gumibacikban is, ugye ezek azért mégiscsak ilyen kis démoni alakok, tehát ezeket a Walt Disney program megkedvelteti a gyereknézőkkel. Az egyik probléma, hogy tehát ami eddig a sötétség birodalmának, a rossznak az attribútumaival elrettentő és a negatív volt, és azokban a történetekben, mint a mesékben, általában a negatív oldalon szerepelt, megfelelően a megjelenésének, ugye, ábrázolásának, amely bizarr, sötét és a többi, és a denevér, lásd Batman, az is pozitív figura, ugye? Ez most főhősként, pozitív hősként szerepel.
ez a New Age. És a gyerek rajzfilmek, Walt Disney filmek rengeteg ilyen sorozatos része szerepelteti így a szörnyalakokat, minthogyha arra nevelni a gyerekeket, bocsánat, de ez teljesen logikusan illeszkedik a dolgok össze, hogy szeressen találkozni a szellemlényekkel, és ennek a következtében itt van az internetes levél, de nem húzom az időt, hogy szó szerint olvassam, egy hete írja egy szülő, hogy a gyerek évkezdés előtt elment a 12 éves kislánya iskola kirándulásra, és szellemet idéztek, mert ebben mindenki benne van. És utána napokig nem tudtak aludni, és a rémeket látták. Idézzél szellemet, mert ezek a szörnyek, ha meg is jelennek neked, ezekkel barátságot köthetsz. Hát ez a nagy behetetés, ez a nagy hazugság, ez a New Age. Így lehet akkor a spiritizmus révén, szellemidézés, amit hallottuk, hogy tilt a Szentírás, kapcsolatba lépni a démonvilággal, a gonosz lélekkel, és ez történik. Ennek a legszélsőségesebb formája a sátánizmus. Gyanútlan fiatalok legtöbbje, aki annak vallja magát, vagy csatlakozik valamilyen szinten ehhez, azt is vallja, mivel nincsen hittani, vagy keresztény kulturális ismerete már, azt sem tudja, hogy ez a rossz. Ő csak lázadni akar, és egy olyan Istenhez csatlakozik, aki ígér neki fölszabadulást, és a lázadásának a kibontakozását. És így történik, hogy minden különösebb keresztény ismeret nélkül ő talál egy Istent, aki megajándékozza őt a földi gyönyörökkel. És ez a Lucifer. További kérdése. Még neki van. Belé folytottam. Kilóg a patás azért, lába. Nem. Tehát elég sok mindent végigolvastam, de nincsenek keresztény praktikák, és a személyes istenkép az, amitől óvakodni kell náluk. Megjelent egyébként könyvesbolt, tehát az nem igaz, tehát biztos, hogy nagyszerű védelme van önnek. Tehát ha bemegyek az Alexandra könyvesboltba, akkor a döntő tárlókon döntően a New Age irodalma található. Örülök, hogy nem ismeri. Örülök. Ha kinyitom a tévét, a reklámoktól kezdve, Érezd át Amerika light füstjétől kezdve, ez mind arról szól, hogy a megtapasztalás az a jó, mindegy, hogy hova tartozol, vagy mi van mögötte, érezd jól magad, extázis, transzolás, átérzés, ez a te vallásod, és jó, rossz, bűn, erény, mindegy, nem, ebből kell kilépni, meditálj, érezd jól magad, te vagy az Isten. Tessék. Volt egy olyan eset, hogy meghívtam egy tátos mestert ide Miskolcra, hogy tartson egy kétnapos ilyen meditációs kurzus. És ebben a kétnapos meditációs kurzusban nagyon sok minden történt. Többek között volt egy úgynevezett speciális atlantiszi meditáció. Ez azt jelentette, hogy a New Age hiedelme szerint ugye létezett ez az Atlantis nevű kultúra, ahol igen magas volt az emberi tudás, szellemi tudás, ami elsüllyedt, és hogy a pusztulás előtt 5 kristály koponyában elrejtették ezt a tudást. És ezt a föld különböző pontjain elrejtették ezt az 5 kristály koponyát, és ez a meditáció kifejezetten erre szolgált, hogy egy irányított meditáció keretében megkeresni egy-egy ilyen kristály koponyát, és magunkba szívni azt a tudást, ami ebben a koponyában van elrejtve. És az egyik ilyen meditáció alkalmával, amikor éppen, most már pontosan nem emlékszem, hogy melyik óceánnak a fenekje alá kellett lemenni ebben a meditációban, akkor hát olyan körülbelül 40-en lehettünk ezen a kurzuson, és a 40-nek a jó fele rosszul lett a meditáció alatt. Volt, aki nem olyan nagyon, csak a feje fájdult, meg volt, akinek hányingere volt, aki szédült, de volt, aki kórházba került utána pszichiátriára. És én életemben akkor láttam először olyan jelenséget, hogy valaki nem a saját hangján beszél és ordít. Tehát nagyon félelmetes volt számunkra, de mondjuk én nem vagyok a nagyon ijedős ember, viszont többen megijedtek.
ezen a kurzuson, és akkor hát egy hívő katolikus ismerősöm, aki szintén ott volt, én nem voltam akkor keresztény ember, de ő ott volt, és ő mondta nekem, hogy ő most már elmegy egy paphoz és beszél vele, hogy mi történhetett itt, és én folytattam volna még tovább ugyan a részemről a dolgokat, csak ő elment egy paphoz, beszélt vele, megkért engem, hogy én is menjek el. Hát ennek hosszú lenne a történetét felsorolni, hogy mennyire nem akartam elmenni, aztán mégiscsak elmentem, és ez a pap indított el engem a kereszténység megismerésének az útján. És akkor, amikor elkezdtem a Bibliával foglalkozni, és elkezdődött volna egy bizonyos szeminárium, amit ez a pap vezetett, akkor Péter atya már említette, hogy a katekumenátusban, ugye kerekperec azt kell mondani, most a felnőtt keresztségre készül valaki, hogy tessenek ezeket megtagadni. Egy Szentlélek szemináriumon is ezt tesszük egyébként. Megkérdezzük, hogy van-e ilyen érintettség, és ha igen, tessék. És kerekperec ő engem válaszút elé állított, hogy vagy a kereszténységben lépek előbbre, vagy maradjak annál, amit eddig csináltam. És el kellett döntenem. És eldöntöttem, és a kereszténységet választottam. Úgy választottam a kereszténységet, hogy tudtam, hogy többé nem gyógyíthatok, rendelőmet fel kell számolni, tehát egy abszolút egzisztenciális válsághelyzetbe kerültem, igen. Hát azért akkoriban, amikor én természetgyógyászkodtam, egy hétvégi tanfolyamnak a megtartása, az többet hozott a konyhára, mint most egy átlagbérnek a 2-3-szorosa. Tehát ezekről kellett dönteni, de én bennem már akkor olyan nagy volt a vágy Jézus Krisztus iránt, hogy úgy döntöttem, hogy igen, és hát ebben mondjuk volt jó partnerem, a férjem, aki szintén felvállalta azt, hogyha nehezebb lesz, akkor nehezebb lesz. És azóta se bántam meg, most már ennek 11 éve, de nem bántam meg, hogy meghoztam ezt a döntést. Köszönöm. Amen. Még esetleg, bocsánat, még a New Age-rel kapcsolatosan annyit mondanék csak, hogy azért ez nem úgy működik, hogy mindenre oda teszik a címkét, meg a nagy zászlót, hogy ím ez a New Age-hez tartozik, vigyázz. Hanem éppen az a lényege, hogy rejtőzködik. És azért azt nem szabad elfelejteni, hogy ugyanaz, ami a globalizáció gazdaságilag ezen a világon, vagy ezen a földön, a New Age ugyanez szellemileg. Ugyanez. Egy nagyon jól megszervezett hálózat. Irányítói vannak, akik rejtőzködnek, nem akarnak a nyilvánosság elé lépni, de nagyon jól tudják keverni a kártyákat. És hogy a New Age-nek az összes kínálata azért az mindig nagyon vonzó csomagolásban jelenik meg, ezt sem szabad elfelejteni. Sohasem olyan módon, hát hiszen ha a sátán megmutatná magát, hogy ím itt vagyok mögötte, ez vagyok én, hát akkor bolond lenne valaki szóba állni vele. Tehát ezek mind-mind nagyon vonzó és nagyon kellemes dolgoknak néznek ki. Olyanok, amik az embernek a fantáziáját birizgálják. Ez is nagyon jó kérdés. Valóban nem mindegy, hogy honnan ered a dolog, az impulzus, az elmélkedés, a meditáció. Tehát a kereszténységtől nem idegen az elmélkedés. Most már szeretem így magyarul mondani, mert a keleti módszereket nevezik egyre gyakrabban terjedve azért meditációnak. Először is a nagy különbség az, hogy a legtöbb okkult vagy keleti módszerrel egy ezoterikus, ez az igazi ezoterika, egyébként a New Age ma ezoterikának nevezi büszkén magát, a legtöbb területére vonatkozóan, tehát ezoterikus, ami görög szóval azt jelenti, hogy befele néző, enzóterosz.
ezzel a befelé introspektív módon, befelé irányuló úttal működik a legtöbb meditáció, ami nem keresztény. És ennek fontos része mozzanata, ha nem az extázis elérése, akkor a kiüresítés. A tudattól való, a tudati rossz tartalmaktól, mint a buddhizmusban, ugye a vágy és az anyagvilággal való testi kapcsolat, onnan jön a rossz, és ezt félretenni, ez a meditáció egyik célja lehet. Ezek a kiüresítő meditációk, amelyeket én is próbálgattam, mert jogáztam középiskolás korban, ezek rendkívül veszélyesek. Ezek kapcsán léphet föl olyan tudattalan termékeknek a föl ötlődése vagy megjelenése, ami a legkülönbözőbb személyiség problémák miatt legkülönféle módon jelenhet meg. De egy olyan aktív meditációnál, amit keresztényként művelek, hogy kinyitom az új szövetséget, és megnézem, hogy született Jézus karácsonykor, és elkezdem elképzelni ennek a körülményeit, és ott látom Jézust a Szent Józseffel, és a pásztorokkal, és ezt képzelem el, és közben a régi vágyaim szerint végre van ezt időm át gondolni és újra elképzelni, annyira szeretem az Úr Jézust, hogy miközben őt képzelem el pólyásként, ez a szeretet teljesen kezd átjárni engem, és egy kicsit megváltozott tudatállapotba kerülök már, mert lángol a szívem, így lehetne mondani. És nem arra vágyok, hogy most én egy ilyen édeskés, gicses képet fessek, vagy most ez folytatódjon, hanem arra, hogy valóban ő szerepeljen az életemben, őrizhessem a szívemben, elmondhassam ezt a te imáját, megszólíthassam őt, még nagyobb legyen az ő szeretetének az uralma bennem, és ilyen gondolatok jelennek meg, de nem gondolatokként, hanem szinte a szívem vágyaként, ünnepi fényben, belülről, és hát lehet, hogy mondani, hogy egy megváltozott tudatállapot, nem vagyok misztikus, vannak, akiknek több idejük van elmélkedni keresztény módon Jézus Krisztussal kapcsolatban, mert a keresztény elmélkedés mindig krisztocentrikus, és ez a jó, és ott nem lesz semmi baj. És lehet valaki akkor, hogy valóban meglátja Jézust, valóban megjelenik neki valaki, vagy akár egy angyal, az se nagyon nagy baj. És meg lehet állapítani, hogy angyal jelenik-e meg, vagy pedig démon. Egészen biztosan meg lehet állapítani, úgyhogy igen, nagy határvonal van. Van egy kiadványa a hittani kongregációnak római dokumentumok sorozatában, ez a címe, hogy a keresztény elmélkedés néhány szempontja. Erre válaszolnak, amit tetszett kérdezni, talán valahol még Pestről be lehet szerezni, vagy egyházi könyvtárakban. Pontosan a keleti meditáció terjedésének divatjával kapcsolatban hozzák szóba, hogy az egyházunknak vannak a szentek között és máshonnan tanítói az igazi elmélkedéshez, vagy a, mondhatjuk, hogy a misztikához. Na most egyáltalán nem is jelszó a keresztény hit gyakorlatában a megváltozott tudatállapot. És amit a szentek hangsúlyoznak, az egy óriási különbség ismét. Mert nem akarok megváltozott tudatállapotba jutni soha. Két lábbal állok a földön, a talajon, ha soha nem lesz Jézus élményem, vagy látomásom, vagy bármilyen misztikus elragadtatásom, az nagyon jó, mondja Nagy Szent Terézi és a többi szent és a lelkivezetők. Az a legjobb. Csak csináljam azt, amit a Teréz anya, vagy a hivatásomat a halálomig, hogy belehalok, olyan szeretettel csináljam. És akkor minden rendben van, és tökéletesen elég. De ha miközben én elmélkedek Jézus Krisztus életén, megváltásán, jelenetein akár, így konkrétan, meg sokféle dolgon lehet elmélkedni, de az a jó, ha mindig a Szentírásból indulok ki, és én több időt tudok szállni, például főleg oltári szentség, ezért az a legjobb védett dolog is, Jézusnak az imádatára, a dicsőítésére, a jelenlétére, akkor megtörténhet, hogy a Szentlélek megajándékoz valamivel, amit lehet misztikusnak tartani, lehet netán megváltozott tudatállapotnak nevezni, csak éppen ez nem volt a célom. Na most a New Age-es és okkult gyakorlatok és beavatások világában ez kimondott cél. Tehát alfa állapotba kell eljutnod ahhoz, hogy te valamit hatékonyan cselekedjél, hogy megkapd ezt a lehetőséget, azt a csodát tegyed, vagy azt az erőt, amivel mást megismer, stb. Tehát kifejezetten az eszköz a fontos a mágiában, az okkultizmusban, a mágia eszközcentrikus, a keresztény hit útja pedig mindig személyes Isten centrikus.
A mágus azt mondja, hogy meggyógyítottam, a keresztény azt mondja, meghallgatták az imámat. A mágus azt mondja, hogy uralmat gyakorlok fölötte, a keresztény azt mondja, ráhagyatkozom az én megváltó Istenemre, Jézus Krisztusra. Óriási különbségek. De itt az úton is, hogy elmérkedés, tehát nem célunk, mert veszélyes a tudatállapot, az egyház mindig vizsgálja, különféle magánkinyilatkoztatások alanyainál, a szenteknél is, mielőtt szenté avatná például, azt, hogy az az élmény reális lehetette, nem pszichés gyengeség, betegség következménye, nem szélsőség, mert akkor nem hiteles. Minél kevesebb ilyen élmény, annál jobb, minél több szeretet a gyakorlatban, amiben belefáradok, annál jobb. Tessék. Mi a helyzet a különböző nagyon kedvelt elfoglaltság a fiatalok körében, a szerepjáték, a mágus és társai? Sokféle szerepjáték van. A legismertebbek nálunk, azok sajnos pont az európai, mondjuk így kultúrtörténet pogány világának adataival, szereplőivel, mítoszaival és hát álmaival foglalkoztatják a fiatalok képzeletét, mint például ugye ilyen CD sorozatban is van ez a Várurak és Sárkányok sorozat. Tehát itt vannak ilyen okkult dolgok, hát ha a pogány vallási elemeket nézzük, és a varázslást és egyebeket, agresszióra vesz rá, ahogy hallottuk, még egy energiavétel is rávehet agresszióra, és megkedvelteti ez is azt a pogány világképet, ami most visszatérőben van, amit már egyszer a kereszténység leküzdött Európában. Hát nem akarok tovább részletezni. Tény, hogy a szerepjáték egy sajátos lélektani helyzet, és ugyanakkor egyfajta függőséget is létrehoz, mert azokon a szombatokon a fiatalok elkezdik reggel 9-kor, és nem tudják abba hagyni, és a lecke pedig nem lesz megtanulva, szóval olyan, mint a kábítószer, itt is vannak ilyen dolgok. De az én nagy mágus tankönyveimben két ilyen vastag kötet, a különféle, hát a keltáktól kezdve mindenféle ilyen európai régi pogány varázslásnak a létezett praktikái is megvannak, meg a még hozzá kitalált, tehát teljesen ilyen irracionális, hozzátoldott műveletei is szerepelnek, mint lehetőségek. Tehát valóban mágikus tankönyv, ez a címe is, hogy m.a.g.us. mágus tankönyv, ő jelentkezett elő. Én Péter atyát a címben is szereplő ördögűzésről szeretném kérdezni, mert hogy a Bibliában olvashatjuk, hogy Jézus Krisztus léptennyomon ördögöt győzött, és hogy ennek milyen aktualitása van manapság, és hogy így hogy illeszkedik bele most a modern korba, és hogy egyáltalán, hogy milyen helyzetben alkalmazzák ma. Igen. Az egyházatyák korában Tertullianus 200 körül leírja több művében, hogy bármely keresztény ráparancsol a pogányok démonaira, azok megvallják magukat, hogy ők démonok, és elhagyják őket. Tehát az első 200-ban az exorcizmus az majdnem minden igazi megtért kereszténynek a tapasztalata volt, nagyon komoly pogánykörben éltek, és meg is térítették őket, és olyan hitük volt, olyan komoly volt ez a közösségi összetartozás és hit, hogy mertek parancsolni a démonoknak, és látták, hogy zajosan, kevésbé zajosan, látványosan, kevésbé látványosan a pogányok megszabadulnak ettől, és ez egy megtérési tanúságtételt produkált, ez érvszerű volt. Aztán a visszaélések miatt, és ahogy szakosodik a szolgálatokra az egyház, hierarchia akkor már kialakult, rögzülnek a dolgok, de már ekkoriban is, az említett apostoli tradíció című iratban is, 215-ben már le van írva ez a bizonyos hosszú keresztelkedési sorozat, hogy elsősorban a püspök az ördögűző. Tehát azt csinálták, hogy akik végigjártak a két és fél éves katekumenátust, egyrészt minden hétvégén exorcizálta őket az, aki tanította, és utána pedig váltakozó helyenként változott ez, a püspök havonta és a húsvéti keresztelkedés szertartásában még egyszer a püspök az olajjal megkenve
mondta, hogy távozzon tőled minden lélek. És akkor így volt a része egészen a mai napig a keresztségnek is, egy burkolt kis egyszerű egzorcizmus, azaz ördögűzés. Na most idővel ugye az alakul ki, hogy fölszentelt személy cselekedheti, püspök utána a presbiter pap, vagy éppen kivételesen szerzetes, aki esetleg nem pap, de a püspöktől kap erre megbízatást. Ez évszázadokon keresztül megy, azt lehet hozzátenni, hogy a II. Vatikáni zsinat után és racionális teológia megjelenése, kételyek, tudományosság és a többi az egyház elméletében, hát visszaszorul természetesen szinte az angyalhit és a démonokról szóló tanítás is. Nincs jelentősége komoly teológiai professzorok és teológiai iskolák alapítói vallják, hogy nincsen angyal, nincsen démon. És akkor jön a New Age korszak, vagy nevezzük új pogányság, új okkultizmus korszakának, amikor nem én vagyok az első, aki találkozok a szenvedővel, akivel miután elmeséli az életét, és elkezdek imádkozni egy bizonyos emléknek a gyógyulásáért, a Szent Lelket hívva, akkor mivel egy 22 éves hölgy, egy borzasztó mély férfi hang föl üvölt, és elkezd beszélni aztán a következő napokban belőle, ilyen-ilyen más hangon valaki, aki azt is tudja, hogy mit gondolok. Tehát kinyilvánult a gonosz lélek, és akkor folytatódtak ugye a szabadító imák, míg végül Medjugorjéban meg nem szabadult, például, mert ez az illető hölgy, aki a megszállottság, ami ritka, állapotába eljutott, ez a hölgy jósolni tudott. Látta az emberek auráját, ugye, mint a természetgyógyászok. Különös beavatások után lehet látni, ugye, állítólagos aurát, tehát ember körül a fényeket, de mivel ez a 80-as évek elején volt, még nem így hívták. De ő elmondta, hogy ebből következtet meg nem tudom mi. Lelkekben olvasott, csak akkor kezdődött a gyanú fölébredni, például, amikor egy városkában a székesegyház előtt vonultak a kispapok. És ez az illető elkezdte sorolni a kispapoknak, akik védett lények, elkezdte sorolni a bűneiket, jóslás más bűnéről, úgy, mint az agykontrollban, nem tudom, mit ismerek meg, de belemehetek az ő személyiségebe, hadd ismerjem meg, kinek van ehhez joga. Na hát ekkor már kezdtük azt mondani, hogy nem biztos, hogy ez valami nagy karizmatikus adomány, az ő jóslása, lelkekbe olvasása és különféle látásai. Látomásai. És amikor én ezt a gyógyulásért mondott imát, amit az előbb említettem, és az üvöltés kezdődött, mondtam, akkor hát teljes volt a megnyilvánulás, és a gyanú igazolódott. Amikor pedig hosszú idő elteltével, tehát végül a medjugorjei ferencesek imája, szabadító imája exorcizmus után megszabadult, akkor nem tudott jósolni, nem látott többet lelkekbe, nem látott aurát, nem volt semmi baja senkivel, és örvendező léleké vált. És ugye hát itt is a papi engedély volt az illetőnél, akinek az imája nyomán ő megszabadult. Ezért ma van egy irányultság hivatalosan az egyházban, amelyben egyes országok előbb járnak, Olaszország vagy Németország, hogy vissza kell állítani azt a régi rendet, hogy minden egyházmegyének kell egy ördögűzőjének lenni, mert az okkult beavatások miatt tömegesen ilyen jelenségek vannak, valamint a spiritizmus és a sátánizmus miatt. Tehát ezeknek a fiataloknak nem mindig orvosi, csak mikor már a dolog vagy a félelem mélyült, szüksége lehet orvosi segítségre, de nem mindig, hanem az első segítségént, ha megkapja a keresztény közösségnek, az ima segítségnek, akkor ez a dolog, tehát nem végződik a betegséggel, az zárt osztályon és a többi. Mint ahogy mondtam, ennek a felvidéki asszonynak az életében sem, mert a szabadító ima elegendő volt, hogy ő teljesen helyre jöjjön. Így tehát pontosan ez a részben keleti hitek terjedése, részben ez az okkult áradat, ez hozza, hogy újra
Bizony sajnos beszélni kell a gonosz lélek létéről, és Jézus újra el is űzi, mert ezt ő teszi, mi csak valójában imádkozunk. Jézus Krisztus pedig ugyanaz tegnap, ma és mindörökre. Mert valóban a Szentírásban ezek nem véletlenül vannak benne. Kérdés, hogy felmerült, hogy belelátni másik emberbe, meg elérni nála a tudatváltozást, akár hogy tegye le a cigit, vagy akár másra vonatkozóan. Többeket hallottam, akik félnek attól, hogy elátkozták őket, vagy valami ilyen módon belenyúltak az életükbe. Kicsit még, ha beszélnétek a védelemről. Már hallottunk jó néhány dolgot, de mit jelent az, hogy én Krisztusban vagyok, és Krisztus bennem, és hogy kezeljem a védelem témát? Illetve mi történik akkor, ha valaki nem keresztény, akkor igen, mennyire lehet védett? Kevéssé. Kevéssé. Igen, láttam olyat, aki nagyon benne volt ebben a divatban, és a keresztelkedés után megkapta az oltalmat. Tehát ez egy közelmúltbeli történet, és a hit védelme az első. Tehát magának a kinyilatkoztatásnak, Jézus Krisztusnak az elfogadása. Most a keresztény hit nem tan, mert sokat beszéltünk itt eszmékről, meg világképekről, meg gyakorlatokról, de a keresztény hit az Jézus Krisztus, és Jézus Krisztus a szabadító, és ő védelmez, mert ő váltott meg engem a gonosz lélek hatalmától, a bűntől és az örök haláltól. Ettől a háromtól szabadít engem Jézus Krisztus. Tehát ő maga az első védelem. Ezért jók azok a protestáns megtérő imák, amiket elmondanak a nem katolikus felekezetek némelyikében, akkor valaki megtér, hogy befogadom Jézus Krisztust a szívembe és az életembe. Személyes megváltónak megnevezem, megvallom őt, és személyes megváltómnak szólítom őt. Ezzel kezdődik az igazi ima. Jézus Krisztus akkor mindent megtehet, ha én átadtam neki az életemet, és behívtam az életembe. És akkor ő lesz az Úr. A többi, ami az ő tanítása nyomán kibontakozott, mint az említett egyház tanítása, ez védelmet ad. Tehát a tanításon léket üt a más beszüremkedő tanoknak a keveréke, ha azzal keverem össze, már kiszolgáltatottság. A másik védelmi vonal szintén lehet egyéni aktivitás, tehát a hitbeni, így mondják, gyakorlatom, de én megint személyesen Jézus Krisztus központúan akarom hangsúlyozni, mert azt mondják, hogy a szentségek, te meg vagyok keresztelve, de már rég gyóntam, és 30 éve áldoztam. Hát ugye akkor kicsit már kiszolgáltatott vagyok. Mert ha bűneim vannak is, de a gyónás szentségében ezt megbánom és kérem a megbocsátást, már is védelmem van. Mert tiszta a lelkem, az ördög nem szereti a tiszta lelket, nem szereti a szeretetet, nem szereti az igazságot. És mindig az van, hogy ha én már rég gyóntam, akkor már kevesebb az igazság, kevesebb a tisztaság, kevesebb a következetesség. De nagyon jól érzékelheti. De Jézus Krisztus jön a szentségekben. Tehát ha én elhanyagolom a szentségeket, bocs, katolikusként, de reformátusként azért az úrvacsora, vagy pedig a szentírás olvasás és az egyéni és közösségi ima, ez a többi hasonló védelmi dolog. De ha a szentségeket elhanyagolom, akkor Jézussal nem tartok kapcsolatot, mert az oltári szentségben ő van. Csodálatos, amiket cselekszik, és akkor, hogyha én személyesen vele akarok találkozni, akkor nem csak naponta imádkozok, nem lefekve éjjel én Istenem lecsukódik már a szemem, hanem mondjuk ilyen 20 perc, fél óra ima, ez már a védelem komoly vonalát jelenti, a személyes vele való beszélgetés. És tehát így a szentmise, szentáldozás, gyónás, minden szentség egyházi házasságot kötni. Mert minden, ami rendezetlen, az kiszolgáltat. Igen, tudni a hitemet, olvasni az Isten szavát. Ugye olyan részeket nem olvastam föl, amik pontosan a gonoszról, annak a munkáról szólnak a Szentírásban, nincs benne a liturgiánkban. Tehát akkor nekem kell elolvasni a Bibliában azt a parancsot is, amit most hallottunk. Szentírás olvasása, keresztény imádság, Jézus nevében kérni, mindent átadni neki. Fontos a közösség, nem csak a szerzetesi közösség, vagy az olyan közösség, hogy együtt vagyunk a Szent Misén egy nagy templomba, azt nem ismerjük egymást, csak ott ülünk egymás mellett, nem.
ima közösség, közösségeket alakítani. Pontosan ez a New Age mozgalom és divat ellenszere. Mert az emberek azért mennek el ilyen helyekre, hogy élményre vágyjanak, megerősítést, szeretet kapjanak, csodát kapjanak, és még embertársakat is kapjanak, megerősítőül. És hogyha csak körök is alakulnak ezekben, akkor is az ember szeretetre vágyik. Így alakul ki a szekta, ahova megy a fiatal vagy a sátánista csoport. De ha mi a közösségeket építjük, és keresztény ima közösségeink vannak, vagy biblia közösségek, kis közösségek, amik egy héten legalább egyszer összetalálkoznak, és van közös szeretettevékenységük és közös kérésük, akkor óriási védelem ez az egyház, a közösség Jézus körül. Ne ragozzuk tovább. Te mondjál még, ha van. Tehát az ilyen embernek, aki ebben él, netán még, bocsánat, a közösség mellett még lelki vezetője is van, mi nagy hiány a világban, akkor teljes védelmet tudhat magáinak, és nem kell az ördöggel foglalkoznia, nem kell. Parancsoljon! Itt kapható, igen. Jó. Az olcsóbb, mert ez... Nem. Igen, föltették szerencsére, igen. Köszönjük. Jó. Tehát a New Age keresztény szemmel írta Gál Péter, ez található a Pázmány elektronikus könyvtárában. De a római dokumentum is, aminek Jézus Krisztus a élővíz hordozója a címe, az vékonyabb, mint az enyém, legalábbis ebbe a kötésbe, mélyebb teológialag, vagyis elvontabb néha, de érdeklődően eznek a korosztálynak tökéletesen érthető, és keressük. A katekizmus is, mint az egész hitünknek a legalapvetőbb tudnivalója, abban található, hogy legyen élő és kerek hitünk arról, amit tudni kell, hogy a mi világképünket nézzük, és ne a keletit. Tessék. Persze. Mindenkiért kell imádkozni, csak nem kell belőle ördögöt űzni. Hogyne? Hát az, hogy imádkozunk valakinek a szabadulásáért, az a szabadítóima, mindenkinek szabad. Kérni Jézustól, hogy mentse meg őt, üdvözítse, térítse meg, és a többi. Sőt, ha netántán megtér, akkor egy ilyen rendszeres, áldozatos, bőjtelspékelt, komoly, rendszeres, közös ima nyomán szoktak az emberek megtérni, vagy megszabadulni. Enélkül nem megy. Így van, kell.